két pontot veszítettünk, tehát teljesen más lett volna, hogyha mondjuk úgy lesz döntetlen, hogy mi kapaszkodunk végig az eredmény után, és a végén sikerül egyenlíteni, de erről mondom azt, hogy lehet, hogy könnyebben dolgoztuk volna, vagy elfogadtunk volna egy olyan vereséget akár, ami sima vereség lett volna. Ezt így nagyon nehéz elfogadni, feldolgozni. Mérhetetlenül csalódottak vagyunk, hiszen a 84. percben vezettünk még 3-1-re. Tehát kaptunk egy olyan 11-est, ami nagyon rosszkor, rosszul jött, és abszolút megfogta a csapatot. Tehát azt gondolom, hogyha az nincs, vagy ha csak egy szabad rúgás van, akkor a csapatunk van annyira erős, hogy ezt a mérkőzést már megnyerte volna. Így viszont nehezen tudták a játékosok is feldolgozni ennek a tényét. És hát sajnos egy kicsit összeomlottunk mentálisan, azt gondolom, tehát olyan nagy nyomás nehezedett ránk ezután, hogy benne volt a hiba sajnos a csapatban. A lányok teljesítménye, hozzáállása, a lőtt gólok, a játék képe, az, ahogy 0-1-ről sikerült fordítanunk, amilyen teljesítményt nyújtottunk a mérkőzés összkép alapján, azt gondolom, hogy csak büszkék lehetünk rájuk, és csak magas szinten lehet őket dicsérni. Nagyon nehéz mérkőzés volt, nagyon nagy volt az iram, de azt gondolom, hogy az oroszok is jól teljesítettek, jól játszottak, talán az első fél időben egy kicsit megijedtünk, sok volt a pontatlan passzunk, kicsit talán túlságosan tiszteltük őket, de aztán, ahogy telt az idő, egyre jobban belejöttünk a játékba. A második fél időben azt gondolom, hogy kifejezetten jól játszottunk, nagyon szép akciókat vezettünk. Aztán hát sikerült megfordítanunk a mérkőzést. Rúgtunk idegenbe 3 gólt, úgyhogy végül is ezzel elégedetnek kéne lennünk. De azt gondolom, hogy ahogy alakult a mérkőzés, így most mindenki nagyon csalódott. A két meccset nézzük, akkor Csiszárhelyi, illetve Zele Dóri magasan kiemelkedőt nyújtott. Az első meccsen Jakafizsanetet kellett ugye 2 gólja miatt kiemelni. De én azt gondolom, hogy az a fajta fejlődés, amin végigmegyünk, az a fajta egység játékban, taktikailag, morálisan, mindenféle tekintetben vagy szempontból, azt gondolom, hogy óriási fejlődés mutat. Hát megérdemelték volna a lányok igazából ezt a bravúrt, én inkább őket sajnálom, vagy miattuk vagyok inkább egy kicsit szomorú, de biztos vagyok benne, hogyha így dolgozunk tovább, akkor megfordul ez a szerencse.